Ismét megválasztották az év szavát. Mióta választják ezt meg? Ez immár a 6. éve történik meg a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, így ebben az évben a 2017-es év szavát, illetve egyéb kategóriában választott kifejezéseket. Mi alapján választják meg ezeket a szavakat? Tulajdonképpen a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodának a munkatársai, ami több mint 5 főből áll, ők javasolnak, tesznek javaslatot, illetve hát mindannyian Magyarországon élünk, és észrevesszük, és tudjuk, hogy melyek azok a kifejezések, amelyek egyrészt meghatározóak lehettek abban az évben, valamilyen fogalmat, eseményt jelölnek, illetve valamiféleképpen mégis érdekes és újszerű, figyelemfelhívó ez a kifejezés, és ez alapján közösen döntjük el, így a nagy közönséget nem vonjuk be, reprezentatív felmérés természetesen nem készül, de azt hiszem mindannyian Magyarországon élünk, és körülbelül többek között erre gondolhatnánk. Terveznek-e olyat ezzel kapcsolatban, hogy valahogy mégiscsak bevonják az állampolgárokat? Hát megpróbáljuk esetleg majd a jövőben, interneten elérhetőek vagyunk, van honlapunk, úgyhogy megfontoljuk legalábbis, hogy az általunk javasoltakat, vagy pedig, hogy ők is javasoljanak. Van más, például egy könyvkiadó, amelyik megpróbál így szavazatokat kérni, szavakat kérni, de nagyon őszinte leszek, azok lehetséges, hogy túlzottan politikai tartalmúak, vagy pedig túlzottan általános jelentésűek, és azok talán nem keltik fel annyira az érdeklődést, az emberek érdeklődését. 2018-ban az év szava a bubi. Miért pont ez? Pontosabban 2017-es év szava, amit 2018-ban hirdettünk ki. A bubi, ez egy mozaik szó, a Budapest és a bicikli szavak első szótagjából lett kialakítva. És azért ezt választottuk, ez ugye a közbrigarendszer, ez egy kölcsönzési lehetőség. Talán mindenki ismeri Budapesten ezt a sajátos színű kerékpár sort, ami ott van a parkolókban. Egyrészt azért, mert szeretünk pozitív kifejezéseket választani, amelyek kedvező hatásúak, hangulatúak, jelentésűek. Másrészt pedig ez egy nagyon jó közkedvelt szó lett. Igaz, már 3 éve megvan ez a közbiringa rendszer, de mégis most gondoltuk, hogy kitesszük az év szavának. Ebből igét is lehet képezni, például bubizik, és nem utolsó sorban egészséges életmódra sarkal, az emberek ne autóval járjanak a városba, ne szennyezzék a levegőt, és egészségesen éljenek. Megválasztják az év antiszavát is. Ez idén mi lett, és miért van szükség erre is? Úgy vélem, hogy ez egy kicsit játék is, tehát akkor nézzük meg a pozitív tartalmunak a kicsit ellentétét a negatív tartalmut, és ez a pláza terepjáró lett. Én nem akarok senkit megsérteni, tehát ez a pláza terepjáró azt jelenti, hogy időnként láthatunk a plázák vagy más parkolókban olyan autókat, amelyek olyanok, mint egy terepjáró, magasított alvázóak, tuningolt az eleje, a hátulja egy kicsit tömzsi, viszont meg kell mondani őszintén, soha nem látott erdőt, mezőt, hegyet. Tehát terepjárásra sohasem alkalmazták, hanem bocsánat, egy kicsit a hivalkodásért is használják ezeket a gépjárműveket, és ezeket láthatjuk a plázákban. Ironikus kifejezés, nem mi találtuk ki, hanem ugye idézőjelben a nép, ami mindenképpen jelzi azt, hogy esetleg ez az idén megfelelő az év antiszavának. A 3. kategória az év ifjúsági szava, ez az idén az egoszörf lett, ami természetesen magyarázatra szorul, minden esetre az informatika, a digitális kommunikációnak az egyik kifejezése, és megint egy kicsit el kell mondani, hogy ez nem merev kategória, természetesen nem feltétlen csak a fiatalok használják, jó magam is, tehát az ego latin én, a szörf pedig az interneten való kalandozást jelenti, és még egyszerűbben azt jelenti, hogy beütjük a nevünket az internetes keresőbe, és láthatjuk, hogy ki milyen szövegkörnyezetben hivatkozik ránk, mit
tettek föl velünk kapcsolatban. Ez nem narcisztikus, tehát nem egy ilyen önimádó tevékenység, én úgy vélem, hanem ez egy nagyon praktikus tevékenység. Például egy egyetemi oktatónak is jó azért, mert láthatja, ha valahol hivatkoztak rá, és ez az ő tudományos munkásságához kapcsolódik. Az utolsó, a negyedik kategória, ez a legkedvesebb talán, az év költői szava, ami nem feltétlenül egy költőhöz kapcsolódik, hanem egy olyan kifejezés, ami megérdemli a figyelmet, érzelemteli, hagyományőrző, jelen esetben a hímes templom. Ezt egy etnográfus, egy néprajzkutató elevenítette föl. Ugye ismerjük a hímes tojást, vagy az, hogy hímez valakit. Nos, hát ez a hímes templom, ez azokat a templomokat jelenti, amelyekből Felső-Tiszavidéken is van jó néhány, hogy festett, díszített, kazettás mennyezetű templom. Ez lehet nagyon művészi, de lehet ilyen naív festői megoldás, esetleg vizuális költészetnek is nevezhetjük ezt a hímes templomot. Ezek a szavak azért nincsenek annyira feltétlenül benne a köztudatban és a hétköznapi szóhasználatban. Miért fontos, hogy ne onnan választanak szavakat? Azért, mert egy kicsit fölhívjuk jobban a figyelmet talán az anyanyelvünkre, arra, hogy a nyelv mindig gyarapodik új kifejezésekkel. Ezeket az új kifejezéseket nem szabad ellenszenvvel fogadni, hiszen minden élő nyelv úgy tölti be a funkcióját, hogy változik, és elsősorban a szókincse változik, igazodik a szituációhoz, a helyzethez, a kifejezéshez, tehát ahhoz, hogy mit akarunk akkor és ott éppen kifejezni. És vannak-e már olyan szavak, amik listán vannak, hogy esetleg azok lesznek az új év szavai? Hát miután magam alapvetően pont az új szavakkal, az úgynevezett neologizmusokkal foglalkozom, és jelen esetben az új szavak harmadik kötetén dolgozom, kéziratban már megvan olyan, hát olyan 800-900 szó, olyan 1000 lesz a következő kötetben, ebben a harmadik kötetben. Nyilván én is már néha rá pillantok egy-egy olyan szóra, hogy esetleg ajánlani fogom ezeket. Mennyire nehéz ilyenkor kiválasztani magát a szót? Nagyon olyan értelemben nehéz, hogy épp most hallgattam egy nagyon komoly tudományos előadást, nagyon leegyszerűsítve a számítógépes nyelvészetről szólt, a számítógép és a nyelvészet összekapcsolásáról, és ahhoz, hogy a programot elkészítsék, beállítsák, nagyon jól mondta ez a nyelvész, intuícióra van szükség. Úgyhogy itt is azt tudom mondani, hogy az intuíció, a megérzés, hogy mi az, ami kellőképpen érdekes, és mi az, ami esetleg kellőképpen jellemzi az adott évet, de az sem baj, ha nem ismeri mindenki, mert így ez az új szó mindig érdeklődést kelt fel az emberekben.